experience essencia. Ez szinte olyan gyönyörű, mint egy sziszegő metafora. Hogyan telt ez a 15 év? Nagyon munkásan és nagyon gazdagon, mármint úgy értve, hogy az alkotást figyelembe véve, hiszen 15 év alatt majd 20 darabot készítettünk. Emellett volt rengeteg olyan fesztivál, illetve volt olyan külön kérés külföldön, amit nem is említek, hiszen egyszeri, megismételhetetlen előadás volt. Úgy gondolom, hogy a művészeten túl létrejött egy brand, egy olyan brand, ami szintiszta magyar, és nagyon büszkék lehetünk rá, mert nem csak belföldön népszerűsítjük a magyar tánckultúrát, hanem lassan pár éve külföldön is ismertek vagyunk. Egészen furcsa világot teremtett. Ugye a néptáncból indult, utána a balettmestertől kezdve a legrangosabb elismerésekig, országos díjakig, ilyen-olyan elismerésekig mindent megkapott az évvilágon. Mire a legbüszkébb? Arra vagyok a legbüszkébb, hogy sikerült azt a néptánckultúrát, amit mi magyar néptáncnak nevezünk, népszerűsíteni itt belföldön, hiszen ha valaki meghallja azt, hogy experience, akkor az egy olyan márkanév, ami a magas minőségű szórakoztatás egyik emblémája. És a másik büszkeség az, hogy tényleg a hírünk elért Nyugat-Európába is, hiszen van egy koprodukciós partnerünk, az Appassionata, és a legnagyobb lovasónak vagyunk a koprodukciós partnerei. Néptánc, modelltánc, és még ki tudja, mi minden van ezekben a produkciókban. Az, hogy fúziózene, azt már tudjuk, megszoktuk, nagyjából ismerjük. Tudjuk mi azt, hogy fluxus művészet, tudjuk minden egyéb ilyen irányzatokat tudom. Táncban, hogy lehet ilyet összehozni? Egy pátütőt hogy lehet összehozni egy néptánccal?
Nagyon könnyen, hiszen a táncművészetnek úgymond van egy pedagógiája, és ez a pedagógia ez hasonló logikára épül, tehát minden tanítható, és minden megtanulható. Természetesen vannak táncstílusok, amelyhez külön technikai adottság is dukál, viszont a táncosaim, ők balettintézetet végzett táncosok, tehát erre a szakmára lettek kiválogatva, és ők nagyon nyitottak arra, hogy minden olyan dolgot befogadjanak és ötvözzenek magukba, ami számukra kihívás, és ez egy nagyon nagy művészi alázattal bíró csapat, aki minden kérésemet szó nélkül teljesíti. Ön egyfajta Jolly Joker, egy olyan ember, aki az égvilágon minden egyszerművel. Egy olyan igazi one-man show, hiszen egyszerre producer, egyszerre koreográfus, egyszerre tanár, egyszerre előadó, kiváló táncművész, és még ki tudja mennyi minden. Melyik az a tulajdonsága, amit ön a legfontosabbnak tart? Egy olyan vezető típus vagyok, aki szereti megtalálni azokat az embereket, akik bizonyos részfeladatokat ellátnak. Tehát én rendszerépítő vagyok, ami azt jelenti, hogy a kezdetek kezdetén a portástól a szólótáncig mindent magamra vállaltam, de ma már találtam olyan kollégákat, akik mint a szenikában, mint a marketingbe, PR-ba, már nagy segítségemre van, illetve hát azt tudni kell, hogy az én társam Vona Tibor, ketten vagyunk tulajdonosok ebbe a cégbe. Legalább 20 produkció. Hogyan lehet ezt a tempót bírni? Nagyon jó csapatom van. Pontosan olyan emberek, akik ugyanazzal az önmegvalósító célzattal jöttek ide, mint ahogy jó magam elkezdtem, és így könnyű, hiszen közös a cél, itt mindenki valami olyan jövőnek szóló értéket szeretne létrehozni, ami egyszerű és megismételhetetlen. A táncosnak a karrierje az nagyon-nagyon törékeny. Kicsit olyan, mint egy hegedűművészi vagy egy fuvolási. Mi lesz a táncosokkal, hogyha nyugdíjba vonulnak? Jövőre indítunk egy iskolát. Azok a táncosok, akik váltani szeretnének, ők nem egyik napról a másikra váltanak, hanem azt a lehetőséget megadom számukra, hogy azok a repertoár darabok, amelyekben részt vettek, azokat tovább csinálják, csak már nem kell a napi tréningre bejárni, kvázi magát átképezheti napközben abban a műfajban, amit szeretne a következő életében megvalósítani. Kvázi az átmenetet igyekszem megsegíteni azzal, hogy bizonyos előadásszámot tudnak csinálni, illetve azok, akik a táncművészet területén szeretnének továbbra is maradni, a nagy repertoárt, illetve azt a stílust, amit mi kitaláltunk, azt az iskolánkban, mint pedagógusok gyakorolhatják. Sokkal reménykedünk abban, hogy abból a széles repertoárból esetleg többet is láthatunk itt Újvároson. Remélem, hogy a Balmaz újvárosi közönség láthatja majd azt a repertoárt, amit mi itt nagyon-nagyon nagy lelkesedéssel az elmúlt 15 évben felépítettünk. Létrejött egy olyan csapat itt Magyarországon, ami nemzetközi minőséggel bír, és ezt a nemzetközi minőséget szeretném én egyrészt a nagyvilágba
kivinni és versenyezni a világgal, és azért, mert úgy gondolom, hogy nekünk is van olyan gazdag tánckultúránk, olyan gazdag nemzeti kultúránk, amely képes fölvenni a versenyt a világ nagy show műsoraival. Az édesapám mondta, egy ilyen nemzet, akinek ilyen gyökerei vannak, azt nem lehet hanyatlökni.